Szépiparból átnyergelt sportműsorarc és focista legendából lett edző is szerepel azokban a fogadási csalással kapcsolatos ügyészségi jegyzőkönyvekben, amelyeket a rangadó.hu internetes portál kezdett el közölni sokak felszíszenésére, mert hogy a bunda királyok hívás kellemetlen kérdéseket vetnek fel, amelyeket mi is végig veszünk most a jól értesült orgánum főszerkesztével, Pálté Gáborral ő a vendégünk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, Szombathelyről fújna tisztító vihar? Nem feltétlenül tisztító vihar a célja annak, hogy elkezdtük feldolgozni ezt az ügyet, és ugye a egy országos focisportál, az, hogy szombathelyen van a szerkesztőségünk, az lehet furcsa, mert általában az országos portálok szerkesztősége Budapesten van, de mi most onnan dolgozunk. No, nézzük azt, hogy először, hogy iten olyan nagyon pikáns és érdekes jegyzőkönyveket közöltök, amelyek a legfontosabb először azt tisztázni, hogy honnan származnak, mind ügyészségi? Mind ügyészségi, igen, uh -huh. mind ügyészségi, jegyzőkönyvek, iratok. Azt most hagyjuk, mert egy szakmában dolgozunk, nem fogom megkérdezni, hogy honnan vannak ö, ö, ezek, az a lényeg, hogy a tarsolyban még bőségesen vannak? Bőségesen, tehát... Szerint... És közölni fogjátok? A nagy részét igen. Tehát a, amik eddig nem láttak napvilágot, és sikerül úgy feldolgozni nekünk is, hogy utána tudunk mindennek pontosan járni, akkor én azt gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy ne csak a hivatalos kommunikációt ismerje meg erről az ügyről, hanem ennek minden részletét. Gábor, sokan dühösek, idegesek? Hát tudod, ilyenkor mindig az van, hogy olvasom máshol, hogy dühösek, aztán... Neked azok, nem szólnak? Igen, aztán azok a bizonyos ö, helyreigazítási kérelmek, ügyvédektől nem jönnek, aztán azok a közlemények... Tehát amikről olvasok érkeznek, én is, hogy most már majd helyreigazítunk, azok még nem érkeztek egy meg. Csin. Egy darab sem. Egy sem. Ugye azért a mai világban, amikor gyakorlatilag e-mailen történik minden, de... Akár 5 az... perc múlva lehetne szólni. Így van, én. meg azt gondolom, hogy már postán is odaért volna, hogyha bárki helyre igazítani szeretett volna, legalábbis egyelőre semmilyen ilyet nem kapott a szerkesztőségünk. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy azok a jegyzőkönyvek, azok a kihallgatási anyagok, amelyeket ti közöltök, ugye azok nem feltétlenül egyeznek meg a gyanúsítással. Nem. Tehát valóban ez így van, nem feltétlenül egyeznek meg. Akikről nálatok szólnak a cikkek, azok nem feltétlenül lesznek ott a gyanúsítottak között. Igen, de nem is biztos, hogy azok, akikről szólnak a cikkek, azok bundáztak. Mindegy, uh -huh. az sem biztos, hogy akiket meggyanúsítottak, azok bundáztak, hiszen azt gondolom, hogy mindenkit megillet az, hogy amíg nincsen erről bírósági döntés, higgyünk az ártatlanságának. Itt egyszerűen arról van szó, hogy Ezekben a jegyzőkönyvekben, például a Horváth Gábor vallomásában, ugye, akit mi rendszeresen koronatanúnak hívunk, hiszen az ügyészségtől is többször elhangzott, hogy az ő vallomásai alapján állítottak elő, edzőt, játékost, csapatot vádoltak meg. Ő most más... ő, Hágábor, aki most már ilyen régóta Dubajban pihen, igaz? Szerintem most már hazajött, ahogy hazajött. én hallom, de volt igen egy kis szabadság. Beszéljünk így rövidítve egyébként? Nem, nem kell, nem, csak nem, volt, a Horváth Gábor. Hát. Horváth Gábor, igen, ő az, aki DVTK adsz, és talán igen, a Siófok játékosa volt még. És ugye az említett szépségiparban dolgozó hölgyre, illetve akár Détári Lajosra nem a rangadó.hu tette a vallomást, és nem mi állítjuk azt, hogy ez történt, hanem Horváth Gábor egy ügyészségi vallomásában. Hát ugye ott azt is olvastam, hogy például a, az illetőkre rávallott kétszer, aztán harmadszor visszavonta. Igen, ezt én meg is írtuk. Uh -huh. Na most uh, szerinted, ráadásul ugye a, a hölgy, akiről beszélünk, megézem az ő alakjára Benkő Gábor könyvébe is rá lehetett ismerni szerintem. Hát ugye Te maga a szerző azt mondta, hogy minden csak véletlen lehet, ha hasonlóság van, én olvastam azt a könyvet, vannak véletlenek. Igen, ezek a véletlenek, ezek, ezek összejöttek. Szerinted ezek a jegyzőkönyvek és az itt megemlített emberek szerepe ebben az egész történetben, ez akiket nem gyanúsítanak meg, vagy végül is lehet, hogy nem lesznek gyanúsítottak. Szóval mégiscsak milyen, tehát azért ez árulkodik ennek a történetnek a volumenéről? Én azt gondolom, hogy leginkább ez arról árulkodik, hogy nem olyan egyszerű ez a bundaügy, mint ahogy szól a hivatalos kommunikáció. Én magam részéről... Tehát nem az van, hogy ezért mindent most már lerendeztünk, és akkor jó napot kívánok viszont hát én ebben biztos vagyok. Uh -huh. Tehát én ebben biztos vagyok, hogy nem hiszem, hogy a magyarországi bundaügy 33 meccsből áll, és 50 valahány pár gyanúsítottból. Én ebben nem hiszek. Vagyis bocsánat, 50 valahány bűnösből, ugye azt tudjuk, hogy gyanúsítottak. Említett Horváth Gábor mondta, 500 ilyen játékos van, mint én. Szerintem közelebb áll ez a Horváth Gábor vallomása a valósághoz, mint azon, ahol jelenleg tart ez az ügy Magyarországon hivatalosan. Szerinted ugye február végére ígérik a nyomozás lezárását, lesznek újabb gyanúsítottak? Te mit gondolsz? Hát ez nagyon jó kérdés. Ez nagyon jó kérdés, hogy újabb gyanúsítottak lesznek-e, nem tudom, hogy hirtelen... Akár a most kikerült nevek között. Nem, most, most arra gondolsz, hogy mondjuk megnézik el, hogy az említett hölgy fogadott el nála a fogadóirodánál? De, a... de hogyha megnézik, akkor utána akár felvetődhet a kérdés, hogy miért fogadott, nem? Persze, természetesen felvetődött, ugye? Életszerű volna ezt, ezt végig gondolni, hát nem? Ugye, ugye volt volt ennél a, ennél a fogadóirodánál egy másik játékos, és aki fogadott, és őt végül meg is gyanúsították. Nem, nem tudom, hogy miért maradt el ennek az ellenőrzése. Hangsúlyozom, én nem tudom azt állítani, hogy ennek az ügyészség nem ment utána. A nálunk lévő, és a mi általunk ismert iratok szerint ennek a vallomásnak nem lett következménye. Nem lett vizsgálódás, nem nézték meg ezt a portfóliót, hogy van-e ilyen ennél a fogadóirodánál. Tehát én, én ezért nem tudom azt eldönteni. Nyilván előfordulhat, hogy mi nem ismerünk minden részletet. De szerinted, hogyha látunk ilyen történeteket, illetve olvasunk ilyen jegyzőkönyveket, akkor miért nincs mindegyiknek következménye? Hú. Hát ezt, ezt, én nem tudom, ezt én nem tudom megmondani. Tényleg nem tudom megmondani, mert e, e, itt a következmény az is lehetett volna, hogy e, utána néznek, és nincs ilyen. Uh -huh. Tehát még egyszer mondom. A feleset, ugye lehet, hogy ez történt, nem? se tudjuk. Nincsenek erre utaló jelek nincsenek a nyomozati iratokba, hogy utána néztek volna. Uh -huh. én, tehát amit mi ismerünk, az alapján ezeknek az információknak nem néztek utána. Közben van egy nagyon érdekes dolog, hogy a fő gyanúsítottakból meg hacker lett, nem? Hát igen, szóval ott, ott tartunk most, hogy fogadási csalásügyben nyomoznak, és nincsen senki meggyógyítva fogadási csalással a szószoros értelmében. Tehát biztos olvastad te is, átminősítették, kommunikálják, hogy ez ugyanaz, és hát... Ez aztán... egy nyomozás technikai kérdés lenne szerinted? Hát azért sem lehet nyomozás technikai kérdés, mert hogyha valaki olvas a sorok között, akkor láthatja, hogy az előzetes letartóztatását, most már a főgyanúsítottaknak, ugye megváltoztatta az indoklását a bíróság, és ami nagyon furcsa módon nem jött át a, a magyar sajton, vagy hát nagyon kevés helyen jelent meg, ugye gyakorlatilag a tanúk befolyásolását már nem tartja indokoltnak a, a bíróság az új gyanúsítás szerint, és tulajdonképpen maradt a szökés-elrejtőzés veszélye és azok, a jogászok, akikkel mi kommunikálunk, ők azt mondják, hogy ez már az a kategória, hogyha a fellebbezése nem jár sikerrel az ügyészségnek, akkor óvadék ellenében a főgyanúsítottak 20 hónap után gyakorlatilag szabadlábon védekezhetnek természetesen, ha kifizetik az óvadékot. Gábor, szerinted miért puhul ez a történet? Puhul? Hát, ö... Nem, 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 tudom, hogy puhul e vagy majd most fog keményedni, tehát ezt én, én ebbe azért egy, egy picit szkeptikus vagyok. Én, én változatlanul azt mondom, és túl azon, hogy nyilván egy, egy, ilyen anyagnak a megszerzése nagy újságírói kihívás, hogy ezt az ember feldolgozza, én, én azért azt is gondolom, hogy itt, itt, van egy olyan fontos szempont, hogy az emberek megismerjék ennek az ügynek a minden részletét, és nem hiszem, hogy az az egész magyar focinak jót tenne, hogyha azt gondolnánk, hogy a reac volt a bunda csapat, és aztán vége ennek a történetnek. Hát, amiről az elején is beszéltünk, hogy itt igazából egy természetrajza bontakozik ki a történetnek. Igaz? Így van, így van én, így van én, én Amiben az lehet, az hogy valaki ott van, hogy felhívták kétszer, háromszor, négyszer, de hát valószínűleg, ha mondjam, háromszázszor hívtak föl, az, az már egy nehezebb ügy. Ugye olvastam például, hogy Détárilá is azt mondta, hogy ők együtt kis pályázott ezekkel az emberekkel, és. Jobban Ezért mert... hívták olyan gyakran? Igen. Én is szoktam kispályázni. Téged sokat... nem hívnak 300 szor. Hát ők nem, de a barátaim lehet, hogy hívnak. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz ebben, ebben igazságot tenni. De, de azért, azért furcsa az, hogyha valakit 400 szor hívnak egy év alatt, mert ugye mi most egyelőre még a 2009-es év feldolgozásánál tartunk. Tehát ez is egy nagyon fontos szempont, és ugye itt három évről van szó akkor eléggé rendes muníciótok van még, igaz? Hát van, van muníciónk, de tényleg, tényleg nem az a cél, hogy mi bárkit lejárassunk, gyanúba keverünk. Az a cél, hogy az eddig elhallgatott részleteket megismerje mindenki. Lássa, és aztán vonjon le ebből egyfajta, egyfajta következtetést. Tehát van mennünk egy ilyen teljességre törekvés igénye, így fogalmaznék. Amennyit eddig ebből az ügyből láttál, szerinted ennek a jéghegynek a csúcsán kívül hány százaléka lefelé menve az, ami láthatóvá fog válni ennek az eljárásnak a végén? Hát, hogyha elfogadjuk azt, amit mondanak, hogy gyakorlatilag itt lassan vége, akkor az én megérzésem szerint mondjuk 20%-a látható jelenleg ennek az ügynek. Én, én, tényleg, én, tényleg, azt gondolom, hogy, hogy ezek az iratok alapján, ezek a vallomások alapján itt, itt, itt erről beszélhetünk, hogy, hogy van, vannak páran, akik ezt a, ezt idézőjelben ezt a balhéttel el fogják vinni. De 20%-ból még tisztázás nem lesz? Hát nem, 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 nem. Meg hát ugye nem tudjuk, tehát az, az, azért legyünk a bőszinték, hogy nem tudjuk, hogy, 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 ezek az emberek közül hányat fognak végül elítélni. Tehát azért, azért ez, nem, nem, tudom, hogy mennyire lefutott, ez nem is, a, nem is az én dolgom. Mindenesetre ti a tisztázás mellett vagytok. Pont. Mi, mi, a, mi, a tisztázás, mi a tisztázás mellett vagyunk. Tehát ezt tényleg név nélkül mondom el, többen vannak olyanok, akikről az eddig, mert ugye mi már korábban is dolgoztunk feladatokat, akkor ez nem váltott ki ekkora visszhangot, de de én azt mondom, hogy ezekben a jegyzőkönyvekben sokkal több vallomást szól olyan emberek ellen, akiknek a neve eddig fel sem merült, míg vannak olyanok, akiknek a neve alig-alig bukkan fel ezekbe a papírokba, és mondjuk a vádlottak padján fognak ülni egy hónap múlva. Én ezzel semmit nem akarok sugalni, mert ezt tényként mondom. Én csak azt kívánom, hogy azért ennek az egész történetnek, a, a, ha az igazságot nem is tudjuk meg, de legalábbis a természetrajz az jó volna, ha kiderülne, és ha ezen dolgoztak, akkor ehhez sok sikert nektek. Ez Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.